Lassan fél éve, hogy látogatót tudtunk fogadni. November elején voltunk utoljára nyitva, ekkor csináltuk az utolsó reptérlátogatásokat is. Hát egyelőre várunk. Mondhatni azt, hogy sok létesítményhez, sok múzeumhoz hasonlóan térdelő rajtban várjuk a szezonkezdést, és ez alatt az időszak alatt pedig karbantartás, gépfelújítás, járműfelújítás, parkosítás, kertészkedés, minden, ami ehhez tartozik, hogy egy izgalmas szezon tudjunk majd, és egy látványos szezon tudjunk majd kezdeni, amint lehet. A tavalyi évünk is nagyon-nagyon izgalmas volt, hiszen annak ellenére, hogy egy nagyon rövid szezon tudunk, a hátunk mögött rengeteg újdonság készült el, két tűzoltóautóval bővült a tárlat, most az idei évben új autóbusszal fog bővülni, de ami a legfontosabb, hogy gyakorlatilag ez lesz az első éve az új Airbus A320 Neo szimulátorunknak, ami aztán tényleg az a kategória, hogy itt nálunk a látogató igazi kapitány lehet, és nagyjából azt az élményt kapja, mint a világ egyik legmodernebb repülőgépének pilóta fülkéjében. Többféle programunk van ebben a szimulátorban, tehát aki szeretné a kedvenc útvonalát lerepülni a Rivierára, vagy Dunai áthúzást szeretne csinálni ezzel a 180 férőhelyes repülő géppel, annak sincsen akadálya, de akár kényszerleszállásokat és vészhelyzeteket is lehet gyakorolni ebben a szimulátorban. Mire számíthat az, aki az LKK YouTube csatornáját követi mostanában? Az elmúlt időszakban ráerősítettünk kétségtelenül a repülős tartalmakra, ha már mindenkitől meg van vonva a repülés élménye, akár úgy, hogy itt helyben a történelmi repülőgépeket tudja nézni, akár úgy, hogy fölüljön egy repülőgépre és elmenjen egy hosszú hétvégére Európa bármelyik nagyvárosába. Hát gyakorlatilag ez folytatódik, tehát megállás nélkül készítjük azokat a filmeket, amik a repülők és a repülés, hát mind a mai napig talán mondhatjuk azt, hogy titokzatos világát mutatják be, mert eléggé sűrű még az a sejtelmes, rejtélyes köd, ami általában az emberek és az utasok fejében él, hogy mi minden történhet a kulisszák mögött, úgyhogy sorra készülnek az újabb és újabb epizódok. Most például, ami egyébként nagyon-nagyon aktuális, az elmúlt fél év után a repülőgépek karbantartásáról és a letárolás utáni fölélesztésről lesz majd szó.